szórakozást kívánok önöknek. A Csantavéri Mendikusz Tambura Zenekar és a Szabadkai Ravnice együttes koncertjével indult útjára 7. alkalommal a kétnapos Folk Music Fesztivál. Az ismert Ravnice zenekar ez alkalommal jól ismert mű és népdalokat játszott. Egy év kényszerkihagyás után gyakorlatilag ezzel a fellépéssel nyitották a szezont. Zbogových ograničenja koje smo nažalost imali zbog pandemije na svetskom nivou, tako smo i mi u ovoj maloj Subotici i imali ograničenja što se tiče svirke, ali evo nadam se da je ovako jedan javni prostor na ovaj način, eto, otvoren i možemo reći, evo, presecamo vrpcu, otvoreno je. Juhász Gábor szervező azt mondta, bátrak voltak az idén, mert amikor a szervezést elkezdték, még nem lehetett tudni, hogy május végére hogyan alakul a járványhelyzet. Örülünk neki, hogy meg tudtuk szervezni ezt a rendezvényt, hiszen nekünk ez most már a 7. alkalom, és fontosnak tartom azt, hogy ez minden évben meglegyen akármilyen körülmények között. Azt gondolom, hogy sikerül összehozni, hogy ez jó legyen, hogy ez látványos legyen, hogy a népzenét idehozzuk Palicsra, a turisztikai övezet központjába. Ma késő estig a népzenészeké lesz a Vigadó színpada, de emellett népművészeti kirakodóvásár, kézműves foglalkozás és népi gyerekjátékok is szerepelnek a programban.